Hétfőn nyitnak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos diákjai is visszaülhetnek a padokba. Országszerte 350 ezer tanulónak ezzel befejeződik a digitális oktatás. Már amennyiben a szülő is így akarja. Nekik ugyanis továbbra is lehetőségük van arra, hogy otthon tartsák gyermeküket. A felsősöknek ezzel szemben marad a digitális oktatás, ők leghamarabb május 10-én térhetnek vissza az iskolákba. Az elmúlt hónapokban valamennyi intézmény igyekezett felkészülni a diákok visszatérésére. Tulipán kis csoportba, pedig hétfőtől 12 kis gyermek fog újra visszatérni az óvodába. A járványhelyzet miatt az óvodák március 8-ától zárva tartottak, csak ügyelet működött. Hétfőtől viszont ismét fogadnak gyerekeket az intézmények, már amennyiben a szülő is úgy dönt, hogy szeretné közösségbe engedni gyermekét. Mai nap 8 óráig vártuk a szülők jelzését, ennek alapján a 138 gyermekből 86-an fognak már jönni óvodába, ez olyan 66%. Azok a szülők, akik úgy döntöttek, hogy a járványügyi helyzet miatt mégsem szeretnék hozni a gyermeküket óvodába, őket kellő időben már tájékoztattuk, de ez egyébként is a házi rendünkben benne van. A szülők az intézményvezető előzetes engedélyével, tehát továbbra is otthon tarthatják gyermeküket. Az avastetői óvodában hasznosan telt a bezárás időszaka, kisebb felújításokat végeztek, és fertőtlenítették is az intézményt, ahol a járványügyi szabályokat a továbbiakban is szigorúan be kell tartani. A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolában is takarítással és fertőtlenítéssel telt a mai nap. Az intézményvezető szerint minden készen áll a diákok fogadására. 206 alsó tagozatos diákunkat várjuk vissza hétfőn. A kormányrendelet után tájékoztattuk a szülőket az iskolakezdésről. A tegnapi nap folyamán a mai napig egyetlen szülő jelezte, hogy gyermeke nem vesz részt a tantermi oktatásba, a többi gyermeket várjuk vissza. A Gyarmati Dezső Sport Általános Iskolában is a hétfői újranyitásra készültek, a diákok érkezése előtti utolsó munkanapon. Körülbelül 180 gyereket várunk az alsó tagozatot. Alsó tagozatban kezdődik most el a jelenléti oktatás, a felsősök még maradnak május 10-éig otthon. A március 8-ától elkezdődött időszakban sor került az iskola teljes fertőtlenítő nagy takarítására. Hétfőn a Miskolci Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban 269 alsó tagozatos osztályban kezdődik meg a jelenléti oktatás. Ez 5646 kisdiákot érint, emellett a tankerület működtet még 6 óvodai csoportot is, ahol 40 kisgyermeket várnak vissza nagyon szeretettel a pedagógusok. Természetesen a tantermen kívüli digitális munkarend időtartama alatt is folyamatos volt az intézmények takarítása, fertőtlenítése. Az iskolák esetében a szülők szintén dönthettek úgy, hogy otthon tartják gyermeküket, amihez az intézményvezető engedélye szükséges. A tankerületi igazgató azonban hangsúlyozta, a hiányzásnak nyoma lesz. Abban az esetben ugyanis, ha a diák igazolt és igazolatlan mulasztásainak a száma meghaladja a 250 órát, és nincs annyi érdemjegye, hogy le tudják évvégén osztályozni, osztályozó vizsgát kell tennie.